Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét Családőrzök című műsorunkat látják. A műsor előző részeiben a féltékenység volt a téma. Bizony-bizony egy nagyon kemény téma, ezért is kellett két műsorra szakértőinkkel, hogy meg tudjuk beszélni, hogy tulajdonképpen honnan is ered, mi táplálja és hová vezet. Ez is egy nagyon fontos kérdés, de az is nagyon fontos kérdés, hogy a szülők féltékenykedése hogy hat a gyerekekre. Lehet ezt úgy csinálni, hogy a gyerek ne vegye észre, vagy esetleg lehet, hogy a gyermek növekedésében, fejlődésében problémákat okoz. Erre megint vannak szakértők, de hogy hol előtte el kell mondanom, helyszínünk most is a Fekvőkatona söröző és kávézó, ahol a már említett szakértőink mai napon is Fekete Cseri Zsuzsanna, rekreológus, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Köszönöm most is, hogy itt vagy. Nagyon köszönöm a meghívásodat. És eljött Pap Csilla is, aki személytervezési tanácsadó és mediátor. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És Tolnyai Gábor atya, plébános, mentálhigiénés szakember, ők mindhárman nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy eligazodjunk a család különböző szituációiba és érzelmeibe. Tehát ott hagytuk abba, hogy féltékenység, féltékenykednek a szülők. Az is kiderült, hogy ebben mennyire mélyen bele lehet menni, hogy milyen károkat lehet okozni egymásban, vagy önmagunkban akár, de mi a helyzet a gyerekekkel? És azt hiszem, hogy itt most Zsuzsi fog lóbickolni, de nagyon. Hát a gyerekek, igen, ők a kiszolgáltatottak. A növekedésükbe talán nem szól bele, mert azért enni adnak nekik, akkor meg fognak nőni, de a személyiségfejlődésükben nagyon jelentősen, hogy visszacsatoljak a kérdésedre. Alapvetően fogja meghatározni az otthon légköre a gyereknek a fejlődését. Hogyha a feje fölött egy civakodás, egy vitatkozás, egy veszekedés, egy hideg, jéghideg légkör van, akkor az a gyerek nem érzi magát biztonságban. Akkor még őt mindig nem használták fel, bár nagyon gyakran ilyenkor az következik, hogy a gyereket használják fel hol kardként, hol pajsként egymás ellen a felek ebben a bizonyos állóháborúban. Az egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetet fog adni. Ugye a gyerek ebbe felnövekedve eleve eldönti és elhatározza, hogy egy, a házasság az egy pocsék dolog, tehát nekem nem kell. Kettő, szó volt erről is már, minden leány rossz, minden fiú rossz. Nem találsz úgyse egészségeset, nem tudsz jó kialakított kapcsolatba továbbra is részt venni, stb. Stb. Tehát az ő párkapcsolati esélyei jelentősen romlanak. Aztán a harmadik dolog, amiről még mindenféleképpen szót kell majd, hogy ejtsünk, az az, hogy az önértékelése nem tud kialakulni, hiszen ő nem tud fontos lenni sem az édesanyjának, sem az édesapjának, mert nekik az egymással vívott harcuk lesz a fontos. És a gyerek akkor meg fogja tanulni, hogy ő értéktelen, újra generálja magát a rendszer. És reprodukálja magát, ugye ismétlődik, hiszen a mintázatok által tanulunk. És az a gyerek, aki azt tanulja meg, hogy nem vagyok fontos a szüleimnek, az azt tanulja meg, hogy nem vagyok fontos másoknak sem. Tehát eleve egy önalávető, egy alárendelt attitűddel indul el az életben. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy mit tanítunk a gyerekeknek, tehát milyen mintákat adunk át. Hogyha a gyerekem azt látja, hogy folyton marjuk egymást a apa és anya, oda-vissza féltékenykedünk, nem értékeljük egymást, egymás hibáit taglaljuk, vagy a negatívumait sorolgatjuk fel, és nincs meg a szeretett közösség, nincs meg az egység, akkor mintázatokba példaként azt adjuk át, mert ugye azt már mindenki tudja, hogy a nevelés nem arról szól, hogy mit tegyél, meg mit ne tegyél, hanem arról szól, hogy mi szülők milyen példát mutatunk, hiszen a gyerek másol, és azt másolja le, amit mi nyújtunk. Tehát, hogyha mi nem úgy viselkedünk, nem olyan családi légkört, nem olyan idillt, vagy biztonságot, vagy szeretett közösséget teremtünk, és mutatunk fel, és nem csak mutatunk, hanem ugye ezt is éljük, akkor olyan példákat és olyan mintákat adunk át, amit le fog másolni, és aztán a következő generáció reprodukálja magát újra ugyanezekkel a problémákkal, konfliktusokkal, helyzetekkel. Gábor, hogyha mélyen gondolkozol, akkor inkább menjünk tovább, mert én el tudok képzelni egy olyan lehetőséget is, hogy a szülők a gyerekekbe kapaszkodnak. Tehát ugye közöttük probléma van, és akkor elkezdi az egyik oldal is és a másik oldal is megpróbálni cinkostársnak maga mellé állítani a gyereket, amire tudom képzelni, hogy rettenetesen nehéz helyzet lehet. Igen, az még hagyján, de ugye én gyerekekkel dolgozóként találkozom mindenfélével. Találkozom azzal, hogy anya a barátnősdit játszik a 9-10 éves lányával.
és neki fogja kibeszélni a fájdalmait, a kétségbeeséseit, a kétségeit, a nyűgeit, a bajait. Hát hadd ne mondjam, hogy ennek milyen hatásai vannak testileg, lelkileg, szellemileg, minden szinten. Aztán lehet az, hogy mindent a gyerekre fogunk hárítani, hogy azért teszem megkötözötté a páromat, mert hogy a gyereknek van erre is, arra is szüksége, és a gyereket tolom mindig előtérbe, akkor kardozok a gyerekkel gyakorlatilag. Vagy azt mondom, hogy nekem azért kell ez is, az is, emez is, amaz is, mert hogy a gyerek mögé bebújva azt tudom mondani, hogy a gyereknek van rá szüksége. Tehát, hogy nagyon-nagyon durván használják fel és ki a gyerekeket azok a felek, akik nem tudnak felnőttként jelen lenni az életükben, és nem tudják megélni a felnőtt életüket azzal a tudatossággal, azzal a méltósággal, azzal az emberséggel és azzal a szeretettel, ami elváratik egy családapától és egy családanyától. Mondtad az előbb, hogy így elgondolkodtam. Igazából csak így nagyon Csilláiknak a szavaját, gondolatai jártak a fejemben, hogy én azt látom, vagy érzékelem, és akkor majd cáfoljátok, vagy megerősítitek, amit így gondolok, hogy a gyerek számára a legfontosabb dolog az, hogy ő biztonságban tudhassa magát. És azt gondolom, hogy egy veszekedő szülőpár, vagy egy féltékenykedő szülőpár, az nem tudja megadni, erről volt is szó, nem tudja megadni azt a fajta biztonságot a gyerek számára, amire neki szüksége van. És innentől kezdve jön az, hogy vagy ő maga is ilyen alávetett személyiségé válik, hogy legalább úgy tudja biztonságban magát, vagy erőszakos személyé válik, mert hogy akkor úgy tudja megvédeni magát. Tehát, hogy pont nem az a fajta felnőtt kiegyensúlyozott személyiség fog kinőni belőle, aki alkalmas lesz majd arra, hogy egy egészséges kapcsolatban éljen. De persze lehet ezen változtatni, hogy ki lehet lépni ezekből a mintákból, de ahhoz az egy nagyon-nagyon nagy munka, és akkor a Zsuzsának az egy nagyon nagy segítség, mert akkor lesz miből megélnie, mert hogy akkor ezeknek az embereknek tudjon segíteni, akik rájönnek arra, mert hogy leginkább az ilyen szakembereket azt gondolom azok keresik, akik rájönnek arra, hogy valami minta nem jól működik, és én ezen változtatni akarok felnőttként. És mondjuk akkor át lehet érni nagyon-nagyon nagy munkával, nagyon sok energiával, erővel azt a mintát, amit mondjuk gyerekkoromban akár úgy, hogy gyönge vagyok, akár úgy, hogy túl erős vagyok, kialakítottam magamban valamiféle túlélési stratégiaként, és aztán rájövök arra, hogy ez így nem jó, mert nem működnek jól a kapcsolataim, viszont én szeretném jól ad. Ez egy nagy ajándék, azt hiszem, amikor valaki egyszer csak így rájön, hogy fú, ez nem jól működik, és valamit tennem kellene azért, hogy ez működjön. De egy gyerek fejlődésében, meg főleg az, hogy most hány éves, mekkora az a gyerek, hol tart éppen, hol indul el mondjuk egy szülői ilyen csatározás, és a gyerek az ő saját fejlődésében hol tart, azért különböző szintű sérülések születhetnek ebből, ami meg aztán megint generálja tovább a következő sérüléseket. Szóval, hogy én azt látom, hogy, és ezt remélem, hogy jól érti mindenki, hogy tulajdonképpen itt mindenki valamiféle sérülést hordoz magában, és mindegyikünk úgy nő föl, hogy nem vagyunk tökéletesek, és megint egy picit így a pap oldala szólal meg belőlem, hogy én úgy érzem, hogy úgy élem meg az életemet és a hitemet, hogy egy valaki van, aki sérülésmentesen fel tudott nőni, és tudta megélni az életét. Jézusnak ott volt ez az alapvető bizonyosság, hogy én és az Atya egy vagyunk, szeretetben vagyok. Ő ebben nőtt bele, és ebben nőtt föl. És azt mondom, hogy hívő emberként nem tuti megoldás, de egy lehetőség, hogy elkezdek egy olyan mintát nézni, aki ezt jól élte. És hogy ugye nem szeretem elpszichológizálni a kereszténységet, vagy a hit megérését, de hogy azt gondolom, hogy ez nekünk lenne egy jó feladatunk, hogy mi magunk hívő emberek ezt fölismerjük, ilyen szemmel kezdjünk el élni, és ilyen szemmel kezdjük el megélni az Istennel való kapcsolatunkat, a hitünket, a Jézust mintánkat, és akkor az mi saját belső fejlődésünkben, a szeretetben való növekedésünkben lehet egy lehetőség. Nem tuti megoldás, mert ezek a sérülések lehetnek olyan mélyek, hogy ezt nem oldják föl, de lehet egy segítség ahhoz, hogy ebből kinőjük. Mindannyiunknak vannak sebei, nyilván nekünk is, mi is hoztunk, hiszen mi is emberi lények vagyunk. Viszont ha egy gyerek egy jó, és itt a szószoros értelmében értem, hogy jó
szeretetteljes családban nő fel, neki kialakul a lelki ellenálló képessége. Akinek mindezek nem adatnak meg, és amit a felvezetőben mondtál, és amit Zsuzsi is mondott, lehetetlenség, hogy kialakuljon, és amikor elérkezik a kamaszkorba, a lázadás korába, akkor biztos, hogy aki egy ilyen sérült közegből jön, 99% főként a későbbi kamaszkorban, hogy lázadóvá válik, és kezelhetetlenné. És ugye nem értik a szülők, hogy miért van annyi devianciája a gyereknek. Hát azért van, mert gyerekkorban azt tanítottad neki, hogy úgy éltetek, ahogy, és ez kvázi egyenes következménye annak, amit mutattatok neki, amilyen mintát mutattatok. Tehát nem láttam még olyat, hogy valaki egy ilyen nagyon, nagyon szeretetlen, nagyon agresszív, nagyon versengő, mondjuk így, hogy drámázós vagy patológiás család mintából egy egészséges lelkűvé fejlődött volna. Nem láttam ilyet, de erősíts meg ebben. Olyan nincs. Nagyon-nagyon markáns hatása van a gyerekre, a környezetének a cselekedetei, a szavai, a viselkedései, a kommunikációja, az események láncolata, azoknak a feldolgozási stratégiái nagyon-nagyon markánsan fogják meghatározni, hogy ő milyen eszköztárral rendelkezik, és hogy ő hogyan fogja látni ezt a világot. Ugye, és a gyerek az óhatatlanul biztonságra törekszik, ezért mit fog csinálni? A túlélése érdekében szövetséges akar lenni egyik vagy másik szülővel, vagy az éppen aktuálisan jelenlévő szülővel. Tehát a gyereket olyan élethelyzetbe kényszerítik bele ezek a felnőttek, amit a gyerek nem fog tudni kezelni egy idő után, és bizony már gyerekkorban meg fognak jelenni a devianciák és a viselkedési zavarok és mindenféle más egyéb tünetek, és akár betegségtünetekig is elmehet, ugyanis szomatizálni fogja előbb-utóbb, mert hogyha ő beteg lesz, akkor láss csodát, egyszerre mind a két szülő felé fog fordulni. Tehát ez például egy nagyon-nagyon gyakori tünet, a gyerekgyógyászok azt nagyon jól ismerik, hogy az a gyerek, aki időről időre fura betegségeket hoz, és aztán gyakorlatilag kivizsgálják, a gyereknek semmilyen tünete nem lesz pozitív, csak a gyerek lesz pozitív. Minden negatív, csak a gyerek pozitív. Ott előbb-utóbb elkezdi az orvos is nézni azt, hogy oké, és akkor mitől működik így ez a gyerek. Tehát mindenképpen meg kell keresni azt az okot. És a gyerekek segítségre szorulnak, de nem tudják elmondani, hogy segítséget kérünk. Tehát neki nincs erre módja. Ez az egyik. A másik, amit említette Gábor, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy előbb-utóbb észrevesszük azt, hogy bajban vagyunk, és szükségünk van a segítségre. Hát ez megint azt gondolom, hogy egy intelligencia, egy tudatosság, egy közeg kérdése, hogy igen, én rájöjjek arra, hogy tényleg bajban vagyok. De ehhez akkor megint hozzá tudom csatolni azt, hogy az atomizálódott családok elszigeteltségben élnek. Mert régebben a nagynénik, nagybácsik, keresztanyák, komák, sógorok, nem tudom én ki, mint valaki csak észrevette, hogy baj van, és valaki csak hátba vágta, hogy ecsém, hülyeséget beszélsz, mert nem az van, amiről te beszélsz, hanem ez, vagy bármilyen módon megfogalmazódott a környezetében. De ugye most ebbe a bezárt világban nincs elég tükör, ami visszatükrözze, hogy mi hogyan élünk, és mit csinálunk, és miként gondolkodunk, és miként beszélünk, és mit vetítünk ki a világba. Tehát nincs elég, ha úgy tetszik, olyan közeg körülöttünk, aki ápolna, védene bennünket. Talán pont ezért lett még nagyobb a felelősségünk. És ezt a felelősséget kellene nekünk tudatosan, szeretettel és méltósággal, emberséggel viselnünk. Még bocsánat, annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy gyerek, aki ilyen helyzetben van, nem tudja, hogy baj van. Ugye? Nagyon sokáig nem is tudja, hogy baj van. Tehát ő nem tudja megfogalmazni, hogy mondjuk velem rosszul bánnak, vagy anya, apa ilyen és olyan, mert ő ne felejtsük el, hogy mindkét szülőjét szereti, és mindkét szülőjétől függ is. És nem tudja, hogy ez nem jó, mert ő ebbe szocializálódott. Tehát nem tudja, hogy mi a normális. Nincsen narratívája, nincsen viszonyítási alapja. Ezért nem tudja megmondani, hogy ő miben van. Csak jönnek a tünetek, a pszichoszomatikus betegségek, a devianciák, stb. Tehát ott látszik, hogy valami gyerekkorban nagyon félrement. Térjünk vissza a feltételes családunkhoz, nevezzük őket feltételeséknek, akik teszem azt, kellő magas intelligenciával, önuralommal rendelkeznek ahhoz, hogy a gyerekek előtt nem mutatják a féltékenységi problémáikat, egyéb problémáikat sem. Legalábbis gondolják ők, nem tévhit az, hogy a gyerek nem érzi meg, hogyha nem előtte vitázunk? De. A gyerek simán leveszi. Tévhit? Olyan antennája van, hogy ez leveszi. Persze apa, ahogy belép az ajtón, tudja, hogy
apától ma este mire számíthat, és ugyanez anyára is igaz. Tehát a gyerek olyan pontos referenciákkal rendelkezik, úgy feltérképez bennünket és mindenkit. Az óvónéniket, a tanítónéniket, az edzőbácsikat, edzőnéniket, a szomszédnénit, a nagymamát, a mindent, mindent. És nagyon érdekes, mert az alkalmazkodó képességük brilliáns. Ezért van anya üzemmód, van apa üzemmód, van nagymama üzemmód, van keresztanyú üzemmód, és bármi. Tehát, hogy nagyon-nagyon tudnak alkalmazkodni, és az, amit Csilla mondott, hogy a gyerek nem tudja, hogy baj van. Hát ő honnan tudná, hogy baj van? Ez a normális. És aztán, amikor növekszik, és egyre több interakcióba kerül a saját korosztályán belül, kiskamasz, és akkor belelát más-más családoknak az életébe, akik ugyanúgy vetítenek és egy képet mutatnak, mert azok nem a mindennapok lesznek, amit egy külső szemlélő láthat, de ő azt hiszi, hogy az a valóság, és akkor elkezdi számon kéri a saját családján. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és akkor érkezünk el oda, hogy jön egy opozícióban lévő kamasz, aki semmit nem fogad el. Egyébként is a kamasz ebbe az állapotában van, de hogyha ez egy nagyon terhelt családi életből érkezik a kamaszkorába, akkor végképp szembe fog helyezkedni mindenkivel. Volt nálam olyan anyuka egyébként, aki azért keresett meg, hogy a lánya súlyos anorexiás, és hogy nem érti, hogy lehet ez, mikor ők olyan normálisan éltek. Na most három kérdésből tudtam, hogy nem éltek normálisan, vagy másik anyuka, akinek a gyereke nem éppen egészséges életmódot folytat, szenvedélybeteg, nem mondom, hogy micsoda. És ugyanígy nem értette, hogy de hát hogyan, hát ők egyikük sem. Nem, na de mit tanítottatok neki, hogy viselkedtetek, hogy nevelkedett, milyen millióben, milyen hangulatban, milyen érzelemvilágban, milyen gondolatiságban, milyen értékrendszer mellett nevelkedett. Tehát ezt nem lehet elkerülni. Feltételességről beszéltél. Bemutatom a családot. Köszönöm szépen. Az jutott eszembe igazából ebből, hogy mutassuk-e meg azt, hogy baj van közöttünk, vagy indulatok vannak-e közöttünk, vagy sem. Ugye ez is ilyen vita szokott lenni, mi a jobb a gyereknek, hogy látja a szülőket vitatkozni, vagy nem látja a szülőket vitatkozni. Én azt tudtam mondani, hogy ha nem azzal van a baj, hogy látja a szülőket vitatkozni, és akkor majd milyen rossz neki, hanem az, hogy nem látja őket szeretni. Tehát, hogyha összevesznek a szülők, ha feszültség van, ha valami, akármi ott van a levegőben, amit gyerek levesz, az egy dolog, mert egy kapcsolathoz szerintem nem baj, nem dől össze a világ, ha van egy ilyen kapcsolatban. Ettől fejlődhet. De akkor, hogyha látja a másik oldalt is, hogy látja azt, hogy anya és apa ki tudnak békülni, ugye ezt is megtanulja, hogy mit jelent összeveszni és kibékülni. Látja azt, hogy anya és apa szereti egymást, és erről is van tapasztalata, hogy ezt hogyan mutatják meg egymásnak. Akkor egyensúlyban van ez a világ. De mondjuk egy ilyen konfliktusos helyzetben azért nehéz, mert hogy azt látja, hogy van feszültség, vagy érzékel, hogy van feszültség, de ennek a feloldásával nem találkozik, és akkor itt jönnek elő az, hogy ő meg a saját kis belső világában ettől feszült lesz, és akkor a maga kis sajátos módján kiadja a saját feszültségét, és vagy megharapja a többieket, vagy megveri a többieket, vagy magába fordul, és senki nem szólhat hozzá, és csak elkezd molyolgatni a saját kis dolgaival. Mind a kettő nagyon fontos. Fontos az, hogy a gyerek lássa azt, hogy hogyan kezeljük az életünk nehéz helyzeteit, szeretettel, egymás iránti tisztelettel. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De az megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy régen ugye azt szokták mondani, hogy zsindely van a háztetőn. Ez azt jelenti, hogy a gyerek előtt nem beszélünk bizonyos dolgokról. Tehát valóban a konfliktusunkat meg fogja érezni a gyerek, a feszültséget meg fogja érezni a gyerek, de nem a gyerek feje fölött fogunk megbeszélni olyan dolgokat, ami nem tartozik a gyerekre, mert abban a pillanatban eltűnik a gyerek státusz védelme, amitől ő csak egy gyerek. Tehát nem tesszük ki a gyereket akkora súlynak, akkora nehézségnek, akkora élethelyzeti válságnak, történésnek, amire nem tudjuk mi magunk sem még a választ, és nem tudjuk kivezetni belőle. Tehát a gyerek bennünk bízik. Ő látja azt, hogy baj van, de ő pontosan tudja, hogy anya meg apa meg fogja oldani, hogy így, vagy úgy, vagy emígy, vagy amúgy, az mindegy.
de majd én időben meg fogom tudni. Az is igaz, hogy kisebb konfliktusok, amik a mindennapi hogy szokták mondani, kanáltányérzörgés nélkül nincsen házasság. Tehát, hogy ezeket a kisebb konfliktusokat, ezeket igenis kell, hogy lássa a gyerek, és kell, hogy tudja, hogy ezekben a helyzetekben hogyan kell viselkedni, hogyan kell kommunikálni, hogyan kell kimondani, hogy én mit érzek, hogy mi zavar engem, hogy mi a nehézség, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből kievezni egy békésebb világba. Ez nagyon-nagyon fontos. Megint mondom, a súly és a mérték az érték. Felnőttség. Így van. De mivel érzi a gyerek, valamilyen szinten tényleg kommunikálni kell felé, tehát valami magyarázatot adni kell az korosztályának megfelelően. Így van. A saját korosztályának megfelelően, hogy megértse. Mert ugye apa és anya biztonságot ad. Adnak gyökereket, és adnak szárnyakat, ha éppen az kell. Tehát anyába, apába maximálisan bízni akarok, hiszen én vagyok a gyerek, és azt akarom, hogy megvédjenek mindentől, hogy érezhessem, hogy ott védelemben vagyok, ott egy védőbást, egy várfalon belül vagyok. És tudom azt, hogy bármi történik, anya és apa az az én bástyám. Tehát ezt éreznie kell. De azt is éreznie kell, hogy ott vannak a gyökerek, de ott vannak a szárnyak is. Tehát ő szárnyalni akar, ambíciója van, sport, bármit van, és akkor tudom, hogy megtámogat anya és apa. És visznek mindenfelé, és megmutatják nekem a világot. Tehát fontos az, hogy mi szülők mutassuk meg az esőt, a napfényt, a havat, a nem tudom én, a madarakat, tehát hogy megtanítani, rátanítani az életre, de csak akkor vagyunk erre képesek, és megint visszakanyarodunk az eredeti témához, hogyha mi érett, felnőtt emberek vagyunk. Egyformán éli meg ezt a helyzetet egy egyke, vagy az, aki testvérekkel él? Lehet ez különbség? Attól függ, hogy mennyi idősek, attól függ, hogy milyen az a testvér kapcsolat, attól függ, hogy milyen az adott szituáció. Nincs két egyforma eset, semmilyen helyzetben. Tehát ezt azért nem lehet így tipizálni, mert az az egyke is lehet egy introvertált, vagy lehet egy nagyon extrovertált, és vannak barátai, és barátaival kibeszéli, megbeszéli, mondjuk, ha egy kis kamaszról beszélünk. Egy óvodás, az az óviba úgyis el fogja mondani az óvónéninek, vagy így, vagy a játékával, vagy a bábozásával, vagy akármivel, ha az óvónéni van rá szeme, látni fogja. Hogyha testvérek vannak, ketten, hárman, ők élik át a fejük felett a vihart, akkor ők össze tudnak zárni, hogyha jó testvérekké neveltük őket. És ez nem spontán alakul ki, ezeket mi felnőttek fogjuk meghatározni, hogy ők jó testvérek lehessenek. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az ebben a történetben, hogy a gyereket úgy kezeljük gyereknek, hogy nem egy kis csomag, akit hol ide teszünk, hol oda teszünk, hanem egy érző emberi lény, aki a mi gondozásunkra van bízva átmenetileg. De hát tudjam azt, hogy amit én teszek, az nekem egy óriási felelősséget vállaltam, amikor vállaltam egy lelket, hogy én bizony végig kísérem a felnőtté válása útjáig. De az nekem egy hatalmas nagy feladatom, hogy megadjak neki mindent, megmutassak neki a világból mindent, nem csak a szépet, hanem a nehézségeket is, azt, hogy lehet ezeken a nehézségeken úrrá lenni, és hogy én ne tegyek rá nagyobb terhet, mint amit ő el tud viselni. Így is a gyerek sors az valami kegyetlen, nagyon nehéz a mai világban. Azért összegzésről elmondhatjuk, hogyha egy családba az a bizonyos zöld szörnyetek belátogat, akkor nagyon sok dolga lesz a szülőknek egymással is, önmagukkal is, és természetesen a gyerekek felé is. Nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon sok odafigyelést igénylő helyzet ez, amiben nyilván lehet segítséget kérni, ami egy nagyon fontos dolog. Én nagyon szépen köszönöm nektek ismét, hogy itt voltatok, nagyon élveztem a beszélgetést. Fogjuk folytatni, a féltékenység majd még szóba jön, hiszen a testvérek között is kialakulhat féltékenység. Ez is lehet, hogy majd a szülő hibája, majd kiderül, bármit megtudhatunk, ami segít bennünket. Nagyon szépen köszönöm tehát a beszélgetést Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tornyai Gábornak, és ezúttal is köszönöm helyszínünknek, a Fekvő Katona Söröző és Kávézónak, hogy itt lehettünk és itt beszélgethettünk. Kedves nézőink, Családőrzők című műsorunkat látták. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!